Most pedig kapcsoljuk kollégáinkat a Péterváradi várból, ahol hivatalosan ezekben a percekben kezdődött a 19. Exit Fesztivál. Szervusz Bella, szia Csaba, milyen a hangulat? Szervusz Kriszta, köszöntöm a nézőinket. Igen, jól mondod, megnyitotta kapuit az Exit Fesztivál. A tömeg még nem nagy, de folyamatosan érkeznek a fesztiválozók. A kapuknál a biztonságiak mellett rendőrök is ellenőrzik őket, ez pedig azért van, hogy ne hozzanak be olyan tárgyakat, amelyekkel esetleg veszélyeztethetik önmagukat, illetve mások biztonságát. Ilyenek például a különféle fegyverek, a törékeny tárgyak, a kábítószerek, a házi állatok. Emellett ugye vannak olyan tárgyak, amelyeket be lehet hozni. A legnagyobb méretű táska, ami engedélyezett, az a hátizsák. Ezen felül engedélyezett a cigaretta, a gyújtó, a mobiltelefon, az esernyő, a kisebb méretű esernyők, az esőkabát, illetve gyógyszerek, de ezek a gyógyszerek csak is eredeti csomagolásban, illetve orvosi igazolással együtt. Ezen kívül fontos még elmondani, hogy a fesztivál területén belül készpénzzel nem lehet fizetni, csak is erre a célra kiadott különleges kártyákkal, amelyeket 125 dinár ellenértékben vásárolhatnak meg a fesztiválozók. A fesztivál végén pedig ezt az összeget és a kártyán maradt összeget is visszaigényelhetik. Akik elővételben és előre vettek jegyet, azok a bejárattal szembeni sátraknál válthatják karszalagra a jegyüket. Akik pedig ma szeretnének vásárolni jegyet, azoknak fel kell hívnunk a figyelmét, hogy 3500 dinár ellenértékben tehetik ezt meg. Ami különleges az idei Exit Fesztiválon, az a Dance Arena, hisz az Exit Fesztivál története során ez a legnagyobb Dance Arena és a legfelszereltebb. 20 teherautó szállította ide a Dance Arenához szükséges felszerelést. Így a Dance Arena 58 méter széles lett és 19 méter magas, ami a fesztivál történetében a legnagyobb idáig. El kell még azt mondanunk, hogy a mai legnagyobb nevek közé, legnagyobb fellépők közé tartozik LP és a Fever Ray zenekar, valamint fellépnek még a hip-hop zenéjükről ismert Mingosok is. Most pedig tekintsük meg, hogyan zajlottak az utolsó simítások és az utolsó előkészületek az Exit Fesztiválon. Mi az összeállítás után már nem jövünk vissza, hanem Bellával elmegyünk egyet bulizni, holnap pedig ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Az Exit Fesztivál kapuit 19 órakor nyitották meg. A fesztiválozókat több mint 1000 fellépő és mintegy 40 helyszín várja. Az idei fesztivál egyik legnagyobb neve Grace Jones, akit olyan számokról ismerhetünk, mint a Pull Up to the Pumper, a Slave to the Rhythm, de David Guetta is itt lesz, aki már visszatérő vendége a fesztiválnak. Azt hiszem, őt nem kell külön bemutatnunk senkinek sem. A fesztivál mind a 4 napjára szóló jegyek már elkeltek. Megközelítőleg 50 ezer turista érkezik a rendezvényre, mintegy 70 országból. A mai napra már csak napi jegyet lehetett vásárolni, ezeket nem kell karszalagra váltani. Több fellépő iránt is érdeklődöm, de leginkább David Guettát szeretem, számomra ő a legjobb az összes közül. A hip-hopot kedvelem, a Migosok koncertjére megyek, azt hiszem az ma van. A megszokott helyszínek mellett idén is a fesztiválozók rendelkezésére áll az Open State of Exit Zone is. Ez egy olyan hely, ahol a világ különböző pontjairól érkezett látogatók találkozhatnak és véleményt cserélhetnek különböző fiatalokat érintő problémákról. Többek között Miriam Ferran, az Európai Unió küldöttje is részt vesz majd a panelbeszélgetéseken, és a Nyugat-Balkánon élő fiatalok munkalehetőségeiről beszél majd.